Összecsaptak az esernyők mozgalmának 5 évvel ezelőtti indulására emlékező tüntetők a rendőrséggel Hongkongban. Az esernyők mozgalma valódi beleszólást követelt a választóknak a Kínához visszatért város irányításába. Békés tüntetésük azonban eredménytelen maradt. Az évfordulón több tízezren tüntettek az erősödő kínai befolyás ellen a kínai hadsereg hongkongi főhadiszállása közelében. A demokráciát követelők üzeneteiket úgynevezett Lenon falakra ragasztották ki. A június óta folyó tüntetések egyik vezéralakja, a 22 éves Joshua Wong bejelentette, hogy jelöltként indul az önkormányzati választáson. Bár a tüntetéseket kirobbantó kiadatási törvényt visszavonták, a feszültség nem enyhül Hongkongban, ahol kedden fokozott biztonsági készültség mellett ünneplik a Kínai Népköztársaság alapításának 70. évfordulóját.